Tóri Zsófia, Forgó Boglárka és Leszczynszky Áron triójának előadása nyitotta meg a 10. országos kamarazene versenyt. A háromnapos megmérettetésnek először ad otthont Székesfehérvár, a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Nagyon fontos, azt gondolom, tehát jelen pillanatban művészpalánták lépnek föl itt a színpadon, művészpalánták állnak elénk kamarazenélni, és hát az ország leendő művészei utánpótlása lép itt fel, úgyhogy azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos egy város életében és az iskola életében is. Az ország 10 zeneművészeti szakgimnáziumából 38 kamaracsoport, duók, triók, kvártettek, kvintettek lépnek színpadra. A Herman László zeneművészeti szakgimnázium 3 csoportja versenyez a 3 nap során. Szerintem nagyon fontos az, hogy mi zenészek tudjunk együtt is játszani. Ugye vannak szóló darabok, amiket egy magunk ki tudunk gyakorolni, de viszont közösen kamarázni egy teljesen más szint. A kamarazene versenyt Lerner Zsolt alpolgármester nyitotta meg, aki hangsúlyozta, fontos, hogy a fiatal zenészek megmutathassák tehetségüket. Fiatalok lépnek fel, és a fiatalokból egyszer majd reméljük, hogy az Alba Regia Szimfonikus Zenekarnak a művészei lesznek majd, tehát a nyertesekből, vagy a résztvevőkből, tehát ez azért is az utánpótlás szempontjából fontos, és fontos a fiataloknak azért, hogy ők hol tartanak a zenében, illetve a zenepedagógusoknál az oktatásban. Merre felé mennyit kell fejlődni? A zenészeket 3-tagú zsűri értékeli, Fülei Balázs, Arnold Balázs és Tóth Péter. A mini hangversenyeket hallgatva ítéli meg, hogy kik azok, akik leginkább kiemelkednek a többiek közül. Rátekintés kapunk ilyenkor az ország zenei fejlődéséről, hogy hol tartanak ma a zeneművészeti szakközépiskolások. Ugye azt tudni kell, hogy míg a zeneiskola egy általánosan fejleszti a gyerekeket, addig a szakközépiskola már felkészít a felsőoktatásra. Tehát tulajdonképpen ezek a hallgatók, akiket most hallani fogunk, ezek néhány éven belül megjelennek a művészeti felsőoktatásban is, tehát nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hol tart ma a zenetanítás Magyarországon. Én ilyenkor nem egyes előadókat figyelek, hanem azt nézem zeneszerzőként elsősorban, hogy hogyan valósítják meg a kottát, hogyan valósítják meg a zeneszerző szándékát. A verseny nyitott a hallgatóság számára, szombaton 9:30 perckor kezdődnek a bemutatók a Zeneiskola nagy termében.